Sziasztok, gazdik! Sziasztok, bajtik! Jaj, de jó napunk volt ma! Reggel kimentünk egyet sétálni, Bencével és Arthurral a gazda, Lilivel a mama ment sétálni. Aztán hazajöttünk, egy jót reggeliztünk, Fini Jozera volt, nagyon szeretjük. És mert jók voltunk, meg az idő is jó volt, így kaptunk a gazdától birka, meg marha húsos csontot. Igaz, nem is teljesen csont, inkább porcogó volt, de mi ezt nagyon szeretjük. Úgyhogy gyorsan nekiálltunk elpusztítani. A birka nem tartott sokáig, az egy pillanat alatt eltűnt. Viszont a marhán azon lehetett dolgozni, az nagyon érdekes volt. Minden kutya megpróbálta. Lili olyan gyorsasággal termelte be, hogy szinte észre se lehetett venni. Már csak a morzsákat gyűjtötte. Arthur és Bence viszont békésen rágottak. Jó ízű rágcsálódást követően a srácok játékba kezdtek. Ugráltak, futkároztak, tépték egymást, nagyon jót játszottak. Végül is erről szól a kutya élet. Eszünk, iszunk, mulatunk. Hurrá, de jó az élet, de jó kutyának lenni. Nos, eddig tartott a mai mese. Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik! Jó szórakozást kívánunk!